Sziasztok, jó napot kívánok! Egy Suzuki embléma, szokás szerint a motorháztető alatt kuksolunk, jobb mondva csak én, a többiek azok Schmidt-set tesznek, azaz egész nap csak ücsörögnek és néznek ki a fejükből, ezért ezt én fogom most megmutatni. Először is hallgassuk meg a kis Suzuki-nek a cicergését, egy 3-as benzines ugye, egy szinte új akkumulátor rajta is, az ára 12.500 forint volt, ezt már nektek nem kell kicserélni. Ez egy ezüst színű járgány, amit itthon Magyarországon 2001. 7. hóba került először üzembe ez a járgány, és egy GS felszereltségi autó. A műszaki vizsgája az 2015. 6. hóig szól. A járgány teljesen egybe van, nem rozsdás, nincsen lepukkanva, jó gumik vannak az autón, és mivel GS, ezért jó sok elektromos dolgot beleszereltek, legalábbis elektromos ablakot szereltek bele, jobbra-balra elektromos tükröt szereltek be, ugye jobbra-balra, illetve elektromos fényszóró magasság is van az autónkban, illetve légzsákos kormányunk van, ugye jobbról-balról, ugye ezek megvannak, és egy sportos ülés, ami itt már elindult a végzet felé, de amúgy tök jó beleülni még mindig, és a jó kis sportos élmény van, tartja a derekát az embernek. Mondjuk szépet is róla, azért az autónak megvannak a gyári kulcssal, immobilizeres, riasztós, centrálzáros, és az is működik benne. És megvan a szervizkönyve, és valameddig ugye vezették, Suzuki Ászos volt, ez volt a reklámhelye, de ő már nem létezik. És itt vannak a barátaink, tudjátok, akik csak a szájukat tátják, koncertoval együtt, a semmibe mereven néznek, nem tudom, hogy miért, de sajnos ez van, én viszont befejezném ezt a bemutatót, itt az M3 autóparkban meg lehet nézni, megvásárolni ezt az autót, gyertek be hozzánk a viszontlátásra.